Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Megmondom őszintén, engem mindig gyermekkoromtól fogva nagyon-nagyon érdekelt a színház, illetve a filmezés világa, de tudom, hogy ezzel nagyon-nagyon sokan vagyunk így. Tudjuk, hogy egy színházi produkció, idézőjelben mondom, hogy nem csak a színészek munkájából áll, hanem nagyon-nagyon sok embernek az együttes munkája kell ahhoz, hogy egy produkció összejöjjön. Egy előadás alatt a színfalak mögött nagyon komoly munka, egy tényleg csapatjáték folyik. A mai napon egy olyan hölgyet hívtam meg ide a Fehérvári Beszélgetésekbe, aki már nagyon-nagyon régóta benne van ebben a szakmában, Németh Marian, vagy ahogy sokan ismerik, Méri. Szia, köszöntelek téged! Szia! Tudom rólad, hogy nagyon-nagyon régóta már a Vörösmarty Színházban dolgozol, és rendezőasszisztens, illetve stage manageri pozíciót is betöltesz. Válasszuk külön a kettőt, mit csinál, mondjuk ez a szép magyar szó mögött, mi van, hogy stage manager, mi a feladata ennek? Hát ez egy elég összetett munka. Ilyen mindenes, mondjuk így, nagyjából. Hát igen, ez a legjobb szó rá, hogy mindenes. A legfontosabb dolog az, hogy össze kell tartani a csapatot. Tehát elkezdünk egy próba folyamatot az olvasópróbával, és onnantól fogva nekem az a feladatom, hogy minden próbán mindenki megjelenjen, minden ott legyen. De ez vonatkozik a kellékekre, a díszletre, a bútorra, és természetesen a színészekre. Hogyha zenés darabot csinálunk, azért van olyan, van is olyan, amikor zenekarral együtt dolgozunk, tehát a zenekarnak is ott kell lennie, tehát össze kell fogni a teljes stábot, hogy minden úgy legyen, hogy a rendező szeretné. Tehát ez a legfontosabb dolga. És maga a rendező asszisztensi feladat, az pedig a rendezőt kiszolgálni. És ugye nyilván valamik rendezővel könnyebb, valamik rendezővel tudom egyszerűbb azért dolgozni, hiszen azért mindegyiknek, aki rendező, mondják, hogy megvan a maga kis rigójája. Szigorú emberek a rendezők egyébként? Mert általában úgy állítják be őket, hogy nagyon-nagyon szigorú rendezők, ordítoznak a próbákon. Ez így van a valóságban is egyébként? Hogy képzeljük ezt el? Ordítoznak, hát mindenkiből kivált valamit egy stressz helyzet. Ugye ez egy elég stresszes munka az ő részükről, és a színész részéről, és meg a teljes háttér részéről. Ordítoznak, hát nem tudom, mit nevezünk ordítozásnak. Hát felemelik a hangjukat, de ezek általában ilyen vicces felemelések, tehát nem vérre menő kiabálások vannak. Idegállapot, szerintem ez a legjobb szó erre, hogy amiatt emelik fel a hangunkat. Igen, vannak könnyebb rendezők, vannak nehezebb rendezők, de szerintem nekünk az a dolgunk, hogy alkalmazkodjunk mindenkihez. Igen. Pont az idegállapot lett volna a következő kérdés, ebbe letrafáltál, hogy azért te munkádban tényleg, hogy a színészeket összeverbúválni, zenekar, díszlet, minden, ami tényleg kell egy előadáshoz, ez rendkívül sok részből áll. Szóval ehhez kell tényleg egyfajta olyan személyiség, amire szerintem mondjuk nagyon-nagyon kevesen képesek, tehát egy nyugodtság az mindenképpen szükségeltetik. Igen, hozzá. Pedig az ember változik korral. És ugye épp reggel azon gondolkodtam, hogy ahogy korosodom, úgy nyugszom le. Tehát egy tüzes jegyű vagyok, én egy oroszlán vagyok. Én is az vagyok. Meg vagyok áldva egy skorpió asszendenssel, és sajnos amikor fiatalabb voltam, ez a kettő, ha összecsapott, akkor azért voltak abból nagy durranások, de az ember idővel megtanulja azt, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Itt meg aztán meg kell tanulnod azt, hogy nem lázadsz, hanem szépen csinálod a dolgodat, és megpróbálsz te a legnyugodtabb lenni. Velem is előfordul, hogy eldurran az anyam, tehát olyan ember szerintem nincs, aki minden stressz helyzetben meg tudja állni a helyét, mert van, mikor az ember kiborul. De hát ez van, mert tudni kell kezelni. Az igaz lehet, külső laikusként kérdezem csak, hogy mondjuk vannak a zenés darabok, meg mondjuk amiben nincsen zene, tehát olyan darabok. Arra akarok kiukadni igazából, hogy melyik darabot nehéz összetartani? Tehát minél több ember van, annál nehezebb összetartani, vagy nem feltétlen van ez így? Hát nekem teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Én zenés darabmániás vagyok. Tehát én vagyok az asszisztens, hogy ha lehet, akkor zenést választ. Vagy azt kéri, hogy azt osszák rá, de szeretem a két-három szereplős darabokat is félreértés ne essék. Te tudod a legjobban, hogy én nagyon sokat dolgozom a Keller Janival és a Váradi Esztesával, imádom őket, és az ő darabjaikat általában én szoktam asszisztálni. Azokat is szeretem, de mondjuk azok is a legtöbb az zenés szokott lenni. Prózai darabot is szeretek csinálni, és abból is mindig a nagyokat szoktam választani. Tehát ez nem az ilyen 3-4-5-6 szereplős, hanem nagyon sokat. Bele a közepébe. Igen, mert
mert nagyon jó összetartani egy nagy csapatot, és azt látni, hogy hogyan fejlődnek a próba folyamat során. Most a Pál utcai fiúkat próbáltuk eddig június 9-ig, és majd augusztus végén szeptemberben folytatjuk. Ott 28 darab nagyon fiatal fiúval vagyok együtt, és nagyon-nagyon jó velük dolgozni. Az ember megfiatalodik a fiatalok között. Szóval mondhatjuk azt, hogy te vagy mondjuk a Szijjáznak az anyukája, lehet ezt úgy így mondani, védőszentje anyukája. Igen, úgy, azt szokták mondani, igen, igen. Mindig is ezt szerettél volna lenni, vagy valami teljesen véletlen folyamat kapcsán kerültél te mondjuk, igen, a erről beszéltünk közelébe? Az előbb, hogy nincsenek véletlenek. Hát pedig, tehát úgy indult az egész, hogy szólt egy barátnőm, igen, hogy van a színházban, a jegyirodán egy üresedés. Ez volt 1999-ben. És akkor én oda kerültem a jegyirodára, annak lettem a vezetője, és egészen 2009 májusáig dolgoztam ott. Ott felálltam, mert elég lett, és átmentem Tatabányára, és ott már úgy, oda már úgy mentem, hogy én nem szeretnék többet irodát vezetni, semmi ilyen dolgot csinálni. Nem elég pörgős, gondolom neked, nem? Tehát nem pörgös elég volt az, és csak egy idő után az ember elfárad. Tehát én azt gondolom, hogy minden területen frissíteni kell. A jegyiroda vezetés egy olyan terület, én szerintem, ahol teret kell adni a fiataloknak. Tehát másképp gondolják most már a dolgokat, mint mondjuk én 99-ben, és ezt... Hát persze változnak az idők. Változik az idő, és hát változtassanak ők. Én már nem érzek abba akkora kihívást, és akkor ott Tatabányán szerencsére... módon volt, mert az igazgató nagyon rendes volt, az ő darabjainak én voltam az asszisztense, és ott egy évadot töltöttem el, és ott is igazgatóváltás volt, és akkor jobbnak láttam, hogy akkor én ezt még egyszer nem akarom végigcsinálni, és visszajöttem Fehérvárra. Viszont a színházba akkor még nem tudtam visszajönni, hanem a megyei önkormányzatnál kaptam egy szervezői állást, tehát ilyen rendezvényszervezéssel foglalkoztam. Nagyon-nagyon szép fél év volt, mert nem volt több. Varga Tamás égisz alatt a teljes megyét feltérképeztem, az összes termelőtől elkezdve, az összes bűvésztől, tehát mindenkit tudtunk, és akkor csináltunk megyenapot, megyekorzót, tehát az is végül is egy művészet volt, persze, hogy ezeket összefogjam, és akkor jött egy lehetőség, hogy vissza lehet jönni a színházba, és akkor hát visszajöttem. Akkor és az már 2010, igen. Beszélgettünk a kollégáimmal arról, hogy aki egyszer a színházban dolgozik, az mindig visszavágja. Igen, akit a mozdony füstje megcsapott, ez ugye, pontosan, hogy idézzünk. Pont azon gondolkodtam, hogy jönne egy Manó, Jó Tündér, Dévényi Tibi bácsi, bárki, igen, más, azt mondja, hogy kedves Maria, lehet egy kívánságod, akkor esetleg mondjuk kívánnád azt, hogy mondjuk visszautazunk x évet az időben, és esetleg akkor a mostani tudásodat, tapasztalatodat meghagyva választanád mondjuk a színész szakmát, mesterséget? Nem. Tehát hogy viszonyulnál hozzá? Nem. Egyáltalán nem? Nem. Tehát ez nem is érdekel soha? Inkább nem, hát középiskolás koromban volt az iskolában színjátszókör, de szájpróbálgatások voltak, de nem, nem vonz. Nem, soha nem is vonzott. Sokkal jobban szeretek a háttérben. Annak ellenére, hogy azért vannak olyan darabok, amiben ugye bejátszódunk mi is. Na, erről majd szeretnélek kérdezni mindenképpen. Pont ez lett volna a következő kérdésem is egyébként, hogy volt-e már esetleg arra példa, nyilván szövegkönyvet is ismered, tudod, kinek mikor kell jönni, mit kell csinálni, tehát volt már olyan, hogy te lebetegedett ez a mellékszereplő, szereplő, statiszta, Méri, ugorjál már be, légy szíves? Ilyen nem, nem jellemző, de szerintem simán meg lehet csinálni. Stresszes, az biztos, egy beugrás, azt látom a színészeken is, tehát vannak nagyon jó beugrók, akik egy nap alatt sikeresen meg tudják tanulni a szöveget, vannak, akik a szövegkönyvvel együtt ugranak be, de tehát ez is szerintem teljesen normális. Nem, tehát ilyen még nem volt, viszont több lehetőség volt már arra, hogy kellett még ember, és kellett ez a korosztály, mint ami én vagyok, meg ez a karakter, és akkor mint statiszta beszoktunk, nem csak én, hanem súgó, kellékes, aki éppen elérhető és szabad. Végig kell menni a színpadon, vagy egy-két hát mondatot kell azért, mondani, ilyen is volt? Volt mondat is, mozgás is volt, ének. De az megy könnyen, gondolom, tehát az nem, nem okoz. Nem túl jó hangon, de hát átogni mindenki tud, azt persze, gondolom. Igen, hát ilyenek.
Bármennyire jó van szervezni színházi előadást, meg nagyon sok munkát beletesztek, előfordulnak nyilván bakik is, amiket ti észrevesztek, de a közönség nem vesz észre, vagy lehet, hogy észrevesz, de általában az olyan profin csináljátok ezt meg, hogy ne nagyon lehessen észrevenni. Hogyha esetlegesen van most az eszedben egy olyan baki, ami emlékezetes volt, és mondjuk elmondható, mondanál egyet, hogy mi volt olyan, ami hoppá-hoppá, ezt nem úgy kellett volna csinálni, de mégis úgy lett, úgy történt. Nincs. Hogy annyira durva volt? Nem, hanem általában ezek olyan bakik, hogy vagy szövegugrás van, és visszatér, és belegabajodik, de így konkrétumot nem tudok mondani, mert azért egy előadás változik. Tehát a bemutató után, ha mondjuk valamiben van 50 előadás, az 50. az már nem az, mint ami az elején volt, és ez formálódnak a színészek is, meg a szerep is formálódik, és azért az változik, és ott azért beszoktak csúszni ilyen dolgok. Ugye darabtemetést már nem nagyon csinálunk, amikor én elkezdtem ezt ezt a pályát, akkor azért még volt olyan meghirdetett előadásunk, ami darabtemetéses előadás volt. Az az utolsó játszása a darabnak? Így van, így van, és ott arra úgy is árultuk a jegyet, hogy ez darabtemetés. És akkor megőrültek a színészek, meg, mondjuk. Konkrétan. Tehát a 3 órás előadásból sikerült 4-et csinálni, tehát azért ez erről szólt, hogy ott bármit lehetett. Én egyen ott voltam, ha jól emlékszem, a Diótörő és Egér király, talán annak a darab temetés, én meg nem mondom, mikor már nagyon-nagyon régen ott voltam. Mert ez nem vált, ott csak poénkodások voltak. Elképesztő volt, igen. Nagyon jó, mindegyik előadás jó, de azt gondolom, amikor a színészek szabadjára engedik magukat, meg idézőjelben mondom, hogy nincsen tétje, olyan elképesztő dolgok jönnek ki, hozzáénekelnek, mást is énekelnek, eltérnek még jobban a megszokottól, kicsit mondjuk a előre meghatározott szövegtől, szövegkönyvtől, és a közönséget is ugye még jobban bevonják ebbe a dologba. Van. Bakit nem nagyon tudok mondani, mert mondom, szövegbakik szoktak lenni. Hát. Színház mellett térjünk rá a személyesebb dolgokra. Ugye nyilván gyermekkorodtól ez a művészi lét vagy művészi véna végig kísér, hiszen, mint mondtuk, nincsenek véletlenek, és nem véletlen színházban kötötték ki. De van neked egy nagy-nagy hobbid, mondhatjuk ezt, hogy minden, ami üveg nagyjából, és a szó jó értelmében persze minden, ami üveg. Beszéljünk erről, nagyon érdekes és nagyon nagy türelmet igénylő. A kérdésem pont ez lenne, hogy akkor te egy türelmes ember vagy, mert ehhez, amit te csinálsz mondjuk az üvegekkel, olyan magas szinten elképesztő nagy türelem kell, tehát mondhatjuk azt mostani nyelven, lapra szeret bútorok összeszerelése nem emeli meg a vérnyomásodat. Nem, ugye? Egyáltalán nem. Semmi ilyen dolog nem emeli meg a vérnyomásomat. Türelmesen mert vagyok? Hát azt hiszem, hogy ilyen. Hát vannak kiakadásaim, de szerintem mindenkinek. Hát igen, az üveg, ez is egy véletlen, és hát nem véletlen. Kaptam egy könyvet, még 99-ben karácsonyra, egy Makovec könyvet, ami nagyon-nagyon szép volt, és tele volt ilyen templomi üvegekkel, tehát festett üvegekkel, és így elgondolkodtam, hú, milyen jó lenne ilyeneket csinálni. És akkor a következő évben elmentem egy üvegfestő tanfolyamra, meg egy Tiffany tanfolyamra, ezt így a kettőt együtt elvégeztem. Az mit jelent a Tiffany? A Tiffany az egy forrasztásos technika, megvágják az üveget, Tiffany lámpákat biztos, hogy ismered, amik úgy össze vannak szép színesek, forrasztva, főleg asztali lámpákat divatosak ebből, és azt is megtanultam, üvegvágás, részfólia, és forrasztod rendesen onnal. Azt is megtanultam, és az üvegfestés volt az, ami úgy Isten igazából úgy megfogott, hogy egy az, hogy nagyon nehéz üveget festeni, mindenki azt gondolja, hogy csak az kész. Én is azt gondolom. Nem. Nem? Hát nem, mert most fogsz egy vásznat, akár olajjal, akár akrillal festesz, javítható. Tehát arra rá tudsz kenni. Az üvegfesték az egy az, hogy nagyon nehezen szárad, mivel hogy nem netszívó az üveg, tehát annak meg kell kötnie azon, és nem tudsz belejavítani. Tehát ha belejavítasz, az már dobhatod is ki, mert nem szép. Tehát ott meg kell tanulni az árnyékolástól elkezdve mindent, mert az nem olyan egyszerű, mint akár az olajnál, mert ott belehúzol egy másik színnel, és már tudod maszatolni. Az üvegfestéknél ezt nem lehet csinálni. Tehát itt észnék kell lenni nagyon akkor, igen. Hogy csinálod. Igen, voltak. Pár üveget összetörtél akkor, igen, úgymond. Azt már mérgembe. Mert az utolsó pillanatban rontasz el valamit, az azért, és egy nagy képet festesz, azért az fáj. Igen, ez a cikk, mert az elején hagyján, de amikor már tényleg 2-3 úgymond ecsettel kell lecsen. Ecsettel. 2-3 ecset vonásva által, és mondjuk egy vonal félre megy, nem úgy sikerül egy kör, és akkor az egész mehet a kukába. És ment a kukába. Az azért idegtépő. Ment a kukába, meg hát törik. Hát tehát az volt, most éppen múlt héten esett le egy képem a falról, tehát az valami,
amivel dolgozom mondjuk 10-15 órát, és egyszer csak puff. Szépen. Gondolod, de Japánban minden a földrengés van, hát, ott mi lenne? Nem a falon biztos, kéne tartani ezeket a dolgokat, hogy más anyagból csinálni, ugye nem üveggel. Tehát úgy kell elképzelni, hogy megveszed az üveget. Valahol van ilyen speciális bolt, ahol mondjuk lehet venni ilyen üveget? Vagy... Üvegesnél. Tehát az üvegesnél, benne az üvegeshez kérsz üveget? Vágatok. Most már azért azt megtanultam, hogy a sima ablaküveg az nem, tehát azzal már nem nagyon dolgozok, hanem inkább vastagabbat vágatok, mert az nehezebben törik. Persze. Méretre szoktam vágatni, különböző méreteket csinálok, tehát az ilyen picitől elkezdve, az első képem az kb. Ekkora volt, amin kipróbáltam ezt az egészet, az hatalmas nagy, bármekkora felületet lehet belőle csinálni, akkor rajzolok egy sablont, mert hogy meg kell előtte azért tervezni, hogy mit szeretnél. Persze. És akkor van egy kontúrja ennek az egésznek, mert az kell, hogy ami befested magát a színeket, mert különben szétfolyik, persze, tehát annak meg kell tartania, és akkor a kontúr megszaradása után lehet neki állni. És akkor ez úgy van, hogy felviszel egy szint, félreteszed, 24 órát szárad, vagy még többet, attól függ meg, milyen vastagságot viszel fel rá, és akkor utána folytatod. Úgy, általában olyan 4-5-öt szoktam egyszerre csinálni, mert ahogy szárad, úgy lehet haladni. Persze, igen. Ha most egy ilyen nagyon unalmas művészettörténeti magazinban lennék, kérdezném azt, hogy a művésznő milyen témában alkot. Inkább úgy kérdezném meg, hogy tényleg mi az, ami téged mondjuk vonz a képkészítésben, tehát a témára szeretnék jönni, hogy milyen témákban utazol, ez a pálmafa tengerpart, vagy valami sokkal művészibb? Tájképeket soha nem csináltam, és nem is érdekel. Nem is vonz egyébként a tájkép, tényleg? Nem. Festettem, tehát az üveg a nagy szerelem, de egyébként akrillal festek. Festettem, de nem. Tehát az nem elégíti ki az én fantáziámat. Hát általában portrékat szoktam csinálni, de ott is elvontad, tehát nem téged, de csináltam. Ez viszont igaz, mert rendelésre csináltam, ott adtak egy fényképet, akkor itt van egy házaspár, ezt kéne megfesteni, majd adtak. A legdurvább az, hogy egymás után három kutyát. Tehát az nem, állatokat nagyon nehéz, nagyon nehéz festeni, ember csak könnyű, de állatot sem, mert azért, tehát mondom, akrillal egy pici ecsetvonásokat nagyon-nagyon szépen tudsz csinálni, itt tényleg meg kell várni, hogy megszárad, és a legvékonyabb ecset, ami 5-0-ás, tehát az egy szál az egész, és azzal órákon keresztül így húzogatod a kis szőröket. Mekkora volt a legnagyobb kép, amit csináltál? Hát szerintem én úgy tudom neked mondani, hogy ilyen A3-as méreteket vállalok, de volt egy nagyobb is, nem kezelhető számomra. Tehát ahhoz nagyon nagy asztalom van, de hát ahhoz meg már ugye nem persze, úgy, tehát nem ülsz le, hanem az fel kell állni, úgy nem szeretek festeni, ezt nem lehet ugye így festeni, ez csak vízszintesen lehet. Igen. Tehát azért nem. Tehát akkor az azt a magassága is azért sokat számítőbb egy ilyen állítva, ami nyilván görnyedni fölötte, az azért elképesztő nem nehéz. Nem szoktam görnyedni, olyan széken van, ami állítható, és akkor föléje tudok hajolni. Hoztál magad, de itt látszik az asztalon, egyébként a kollégák meg is mutatják, és mutatták is már, gondolom. Hát gyöngyök? Hogy nevezzük ezeket egyébként? Ezeket üveggyöngyöknek hívják. Hát 2 évvel ezelőtt Keller Ágival megismerkedtem, az már 3 éve volt, hogy megismerkedtünk, egy jogastúdióban hozzájártam. Hol máshol? Művész lelkek ott találkoznak. Hozzájártam Lóga jogára, és... meglátta, hogy én üveget festek, ő tiffanizott, és akkor elkezdtünk összejárni, hogy csináljunk kiállítást. Az első közös kiállításunk a színházban volt, és rá egy évre ő kitalálta, hogy mi lenne, kimennénk Murano-ba megnézni ezeket az üvegművészeket. De hát mondom, nem tiffanit csinálnak, meg nem üveget festenek, hanem általában vagy üveget fújnak, vagy üveggyöngyöt készítenek. Nem baj, nézzük meg. És akkor kimentünk egy hétre, találtunk egy mestert, aki befogadott bennünket egy egész hétre, és akkor egy tanfolyamot elvégeztünk, és ott ilyeneket készítettünk. Hát ez egy nagy szerelem, ez a másik nagy szerelem, mert azért ez tényleg művészet, és nagyon sokáig tart. Tehát alapállapotában ők úgy néznek ki, hogy van egy... Rúd. Ez egy ilyen vékony üvegrúd, igen, fele az ujjamnak. Igen. Van egy gázégő, amiből kis tüzecske jön, és van egy fémpálca, és arra olvasztod meg az üveget, és tekered rá ezeket a bármit. Aha. Van egy alapszín. Ez már egy mestermunka, tehát ez volt az utolsó napom, ami már sikerült. Tehát azért itt vannak ilyen kezdetlegesek is.
Szóval akkor ezeket úgymond te állítod elő, ezeket a dolgokat, formákat és stb. Stb. Mert nem tudom, jól értettem, hogy ez meg különböző meg van festve? Tehát nem, amik itt vannak. Az üveg. Ja, ez az üveg alapvetően színes, így és akkor van, ezzel a technikával válik ilyen. Ez is nagyon nagy türelemjáték lehet azért. Ez igen. Hát egy gyöngy olyan 2 óra. Egy gyöngy 2 órába kell. Hát egy ilyen mintás gyöngy. Az ilyen kis pici egyszerűeket, ezek 10 perc alatt össze lehet hozni, de ezek egy óra. És ebből akkor, hogyha valaki mondjuk olyat szeretne, vagy olyat, akkor lehet belőle nyaklánc, lehet, de még nem csinálom. Tehát megtanultam, de ennek akkora eszközigénye van, ami sokba kerül, és Magyarországon van hely, ahol lehet vásárolni, de szerintem nálunk a legdrágább. Igazán a kintről kellene behozatni, tehát nem Magyarországon megvásárolni. Eleve a Murano üveg nem olcsó dolog. Én hoztam Muranóból egy pár adagot, nem rudat, hanem pici gyöngyöket, amiket később be lehet majd olvasztani, hát még gyűjtök az eszközöket, itt tartok. Van még valami nagyon egyébként szeretnék. Terület, bármilyen művészeti ágból, akár itt az üveg kapcsán, vagy bármi más kapcsán, itt meg akarsz tanulni, vagy ki szeretnél próbálni, így jövőben? Mindent kiszoktam, ami megtetszik, azt kiszoktam próbálni. Az a jó. Aztán vagy megtanulok, nagyon sok mindent megtanultam, van, amit tudok hasznosítani, mondjuk egy gyereknap alkalmával, gyerekfoglalkozáson, tehát ilyeneket. Most éppen kavicsot festek, tehát ami eszembe jut. Mindig van valami. Aha. Előfordult már színházban mondjuk valamilyen művedet kellett használni kelléknek, vagy esetlegesen, mivel ilyen ügyes vagy ezen a területen, volt már, hogy tönkrement egy kellék valami hasonló, és akkor meg kellett javítanod, Méri, csináld már meg, mert nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes kellékeseink vannak. Nem, tehát nem játszottunk, szoktam behozni dolgokat. Tehát mindenki, aki a színházba dolgozik, ha valamire szükség van, van nekem, hozom. Hogy otthon behozom. Ilyen van. A Csokos asszonynál nagyon sokat segítettem a kellékesnek. Ott táncpróbák alatt volt időnk, mert a táncpróbát én maximum így ülök és nézem, mert ahhoz nem tudok hozzászólni. Viszont ugye kevés pénzből kellett megoldani a kellékeket, és mit tudom, ilyen virágot fűztünk fel. Tehát ilyen kreatív dolgokat kellett csinálni. Tehát ott sok mindent csináltunk a kellékessel. Van a családban olyan, aki ennyire ilyen művészlélek, mint te, vagy te vagy az egyetlen, úgymond, és itt szó jó értelmében vett fekete bárány? Hát nem mondom, hogy fekete bárány vagyok. A férjem nagyon jól rajzol, a lányom az a Tópartiba járt művészeti iskolába, tehát tőlem, de nincs. Uh-huh. Nincs. Én egy kőműves lánya vagyok, az apukám nagyon... Ő az is művész, a kőműves. Igen, ő nagyon, nagyon jó kézügyessége volt, csak soha nem kamatoztatta, tehát ő nem rajzolt, díszítő művészetet csinált a épületeken, tehát mikor régi épületeket újítottak fel, ő azért festett. Hát sírba tettem őket konkrétan, mert gyerekkoromban mindent kifestettem, amit lehetett. Tehát a szobám az volt olyan, hogy telefestettem rózsákkal. Az anyukám azt mondta, hogy kész. Garzombútor tele volt akkor kész. Mindenféle motívum. Falat. Meg a fal is. A falat, amihol értem. Az még jobban, annak jobban örülnek a szülők, mert azt viszont nem lehet lemosni. Pontosan nem lehetett lemosni, hanem újra kellett festeni mindent. Tehát akkor kezdődött, de sajnos nem sikerült arra a pályára lépnem, mert a rajztanárom szerint tehetségtelen voltam. Volt pár ember a világ történelme, akinek azt mondták, hogy tehetségtelen, ne is járjon iskolába, aztán elképesztő nagy-nagy találmányokat adtak ugye a világnak, és zsenik lettek, és ugye különböző díjakat kaptak utána, szóval nem mindig kell, vagy nem minden esetben kell a tanára hallgatni. Beszéljünk a jövőről, ugye a műsor vége felé. Mi az, ami nagy terved van még a jövőre, amit mindenképpen meg szeretné valósítani, megcsinálni? Hát most megint megyek ki Olaszországba, és elmegyünk megint Muránóba. Egy kicsit a barátnőmmel, az Ági az közben kiköltözött Olaszországba, tehát ő már ott él. Ő másfél éve ott él, és akkor most meghívott magához, és most megyek ki egy kicsit. Ez most a tervem. Nem, olyan nagy terveim nincsenek. Ez jöjjön össze, sőt össze is fog jönni. Ez ugye, már biztos, mert vasárnap indulok. Így van, megtetted az előkészületeket, én köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy meghívtál. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk voltak, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.